Több száz könyv sorakozik a polcokon, ez mind a Hévízi Városi Könyvtárban található meg. Az elványok között sétálva fellelhetünk verses köteteket, sorozatokat, klasszikusokat és szórakoztató irodalmat egyaránt. Az intézmény sikeres nyarat tudhat magáinak. A statisztikák alapján megnövekedett például az olvasók száma a tavalyi időszakhoz képest. Ezen kívül körülbelül 400 új könyvvel bővült az állomány, többek között olyanokkal, mint a Budapesti Rém, a Dolce Vita, vagy a Titkos Iskola. A könyvtár továbbra is arra törekszik, hogy az olvasók minden igényét kielégítse a több ezer olvasnivalóval. Hát jelenleg ö, több mint 17 ezer könyvünk van. Gyűjtőkörét tekintve a könyvtár elsősorban a szórakoztató irodalom, most preferálja, hiszen ö, ide látogató vendégek ugye pihenni, gyógyulni jönnek, és sok esetben ilyen, nagyon sok esetben ilyen könyveket keresnek. Ezen kívül a szakirodalmunk is elég nagynak tekinthető, szerintem is igyekszünk frissíteni. A bibliotéka látogatói több szolgáltatást is igénybe vehetnek. A könyvtár vezető elmondta, a folyóirat részleg nagyon népszerű. Itt napi, heti és havi kiadványokat is megtalálnak az érdeklődők. Tanulmányok dolgozatok írásához is kiváló a csendes helyszín, ahol könnyebben lehet a gondolatokat összeszedni, és ha elakadna az illető, a könyvtár dolgozói készséggel állnak rendelkezésre. Az internet használat is közkedvelt, de ha valaki a nyomtatott irodalom mellett a könyvből készült filmet is megtekinteni, ennek kölcsönzésére ugyancsak van lehetőség. A könyvtár minden hónapban több rendezvénynek is helyszínéül szolgál, melyekre nagyon sokan kíváncsiak. Legközelebb szeptember 12-én a Titokmondó című biblioterápiás beszélgetésen vehetnek részt a látogatók.